Sziasztok, és jó reggelt mindenkinek! Hát teljesen más hangulata van, így magának Gdańsknak, szerintem így napközben is, éjszaka is, illetve ennyire korán reggel is, mert hát felébredtünk nagyon korán, ilyen 6:30 és 7 között. Nagyon úgy látom, azért van, aki velünk kelt, és már fúr meg dolgozik. Hú, de nagyon-nagyon csendes volt eddig a város. És most pedig reggeliző helyeket keresünk, de annyira nincs szerencsénk, mert hát ilyen 8 után nyit az összes, 9-10 körül, úgyhogy kinéztünk egy bégelezőt, még nem döntöttük el, hogy ott reggelizünk-e, vagy egyenesen megyünk Gdańskba és csak egy kávét veszünk. Minden esetre hát ámulunk, bámulunk és csodálkozunk, mert annyira, de annyira gyönyörű, nekem sokkal jobban tetszik, mint az eddigi lengyel városok, amiket láttam. Sőt, kicsit így Hollandiára hajaz, de nagyon boldog vagyok, hogy ide eljöttünk, mert hát elképesztően gyönyörű. A kocsi felé vezető úton, nem tudok köszönni, mindegy kávé nélkül, most már lassan itt lesz a kávé, de szóval elindultunk a kocsihoz, és itt volt előttünk egy reggeliző, úgyhogy ezt ilyen égi jelnek vettük, vagy gluténmentes kenyér, úgyhogy leültünk, de szerintem jó döntés volt, mert tök hangulatos, és jól tűnik a reggel is. Na, de elkezdtük böngészni, hogy akkor mi legyen a következő állomás, ugye Gdynia az úti célunk, és elkezdtem olvasni mindenféle cikket róluk, hogy mit nézzünk meg, és hát szó van itt Sopotról is, illetve a görbeházról. De hogy így láttam-e, ahogy sétáltunk a H&M mellett volt ez a ház, ami így néz ki. De hogy ez így, amikor elmentünk mellette, én nem ilyennek láttam, sőt, még így ott fotózkodott egy lány, és így mondtam is Nórinak, hogy figyelj már, szerintem nem értem, hogy ez a lány, ez miért fotózkodik ezelőtt a ronthát előtt, mert hogy nem is így nézett ki. De mindegy. És ugye ezt mi nem láttuk, de amúgy belülről is tök érdekes. Tényleg olyan, mintha nem is tudom, ilyen rajta lenne a egy vízcsepp így a kamerán, és akkor úgy fotóznánk, és ilyen mindenfelé el van dőlve. Gluténmentes kenyér lesz, alidulás szerintem. Már a reggelink az nagyon jól nézett ki, meg maga a hely is, a kaja az borzalmas volt, konkrétan így le tudtam önteni az olajat a saksukámról, vagy sakasukámról, nem tudom, de ehetetlen sós is volt, úgyhogy nem nagyon ettem meg, úgyhogy most egy almát eszek, és közben pedig már úton vagyunk Gdyniába. Jó, nem azzal menekülsz meg, hanem ott a nagyobbal. De hát ez hány méter hosszú? És mikor építhették ezt? És mire használták? És vajon használják-e még? Csomó kérdésem van. Nem kérdezzük meg valakit. Meg kell fizetni magunkat egy ilyen túrára. Igen. Megfelelő vártökre. Olyan ott a bácsika. Matróz bácsi. Szóval nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy... De ezek valószínűleg ezeket nem használják, már csak így ki vannak állítva, hogy megnézhessük, hogy... És így reméljük, hogy nem kell használni, nem? De érdekes, így sétálunk, és így azon gondolkozunk, hogy olyan hiányérzetünk van. Azt mondták, hogy annyira szép és jó ez a Gdynia, és mi így megyünk, és így minket annyira nagyon nem nyűgözött le, hogy még így vártunk volna valamit, aztán így gondolkoztunk, hogy na, várjunk egy percet. Valakinek lehet, hogy pont ez olyan hihetetlen, hogy itt van egy hatalmas nagy kikötő, itt van egy ilyen tök jó tengeri múzeum, ahol lehet nézni halakat, meg mindenféle halászati technikákat, és itt van az egyik oldal az óriás nagy felhőkarcoló a horgászhajókkal, meg a halászhajókkal. Amúgy érdekes volt, meg jó volt látni, de nekünk szerintem sokkal inkább ez a a Gdańsk az, ami adta ezt a hűt, nem is tudtuk, hogy ilyen létezik érzést. Úgyhogy most keresünk egy kávézót, iszunk egy kávét, aztán elindulunk vissza a kocsihoz, amit így utólag már nem tudom amúgy, hogy én bánok-e, hogy ennyire beszálltunk meg. Nóri, te? Szerintem jó lesz visszasétálni a tengerpart, mert szép volt az előtt. Jó. De egyébként, ha nem akartok túl sokat sétálni, akkor egy konkrétan a kikötő közepén is van amúgy parkoló. Mindenhol fizetős a környéken, nem úgy, mint Gdańskban, ott azért találtunk olyan parkolót, kicsit távolabb, nem is volt távolabb, mert mennyi volt, 600 métert sétáltunk a szállásunkig. Ja. Szóval ott voltak ingyenes parkolók. Vagy csak szerencsénk volt, ezt már nem tudjuk meg. De minden esetre így kell fizetni. Leszakad a kezem, úgyhogy majd nem is tudom, hogy honnan jelentkezek legközelebb. Megérkeztünk Helbe, a fokáriumba. Mert hát úgy láttuk, hogy itt van egy hely, ahol tudunk fokákat nézni, mert rákeressünk, hogy miért van ennyi fóka. Igen, 4-ig van nyitva, és 2-kor van az etetés. Ó, szuper, pont jó. 20 zlotyi fejenként, és igen, ilyen gép, vagy ilyen automatában lehet venni jegyet. Hát kíváncsi leszek, milyen lesz. Pont azért, mert amikor elmentünk egy ilyen pumpkin patchra, akkor hát szerintem fejenként fizettünk ilyen 25 zlotyit vagy többet. És... na mi van, már ott vannak? Jó, cuki! És 20 zlotyiért pedig ez nem sok. Úgyhogy igazából így nem számítok semmire. De úgy voltam vele, hogy hogyha ők tényleg a fókákért vannak, és a fókákat mentik, és a sérült fókákat idehozzák, akik itt születnek, azokat meggyógyítják, és utána beleszoktatják így a való életbe, akkor az a 20 zloty az semmi. Úgyhogy ezt igazán megéri. De hát erre az etetésre is kíváncsi leszek. Remélem nem csak az lesz, hogy bedobnak 3 halat, aztán kész. Bedobnak 3 halat nekik, aztán kész. Hát lehet. Milyen sok ember itt áll, kíváncsi a fókákra, és nézzétek, ő meg ott áll így fúlba fordulva háttal mindenkinek. Nem csinál semmit. Egy hátat fordított nekünk így, hagyjatok békén, elegem van. Ja? Ja. Ott az ablakon át. De olyan koszos, hogy nagyon koszos, nem látok semmit. Nem tudom, kasson a reggel miért. Hát ja, nagyon sötétnek tűnik a víz. Van valami előadás. Hát igen, ez nekem annyira idegen, hogy egy betűt nem írnak le, vagy egy szót nem írnak le angolul, de így sehol. Na ez vagyok én, 3. Na hát, meg volt a fókaetetés, amúgy ez nagyon-nagyon tetszett nekünk, nagyon cuki volt, és olyan aranyosak voltak, olyan kis húsgombócok, egy az egyben így összehasonlított eszembe róluk. És most itt sétálgatunk egy utcával feljebb, és Mit ad Isten? Van hűtőmágnes. Ott a fóka. Jaj, de szép! Nagyon-nagyon jót ettünk, megnéztük a fókákat, és most indulunk vissza a kocsihoz. Úgy néz, ezek itt milyen modern házak, modern épületek. De így konkrétan az egész Helnek a városa vagy városka ki van halva, és alig vannak emberek. Ez ilyen nagyon lejött az, hogy ide tényleg csak így üdölni jönnek az emberek, és nyáron, amikor jó idő van, meleg van, mert ilyenkor hát a boltok sincsenek nyitva, egy éttermet találtunk, vagy kettőt, ami nyitva volt, és oda ültünk be enni, és hát szegény Nóri most így szembe találta magát azzal az igazi lengyel szeretettel és kedvességgel, ami nekik van, ilyen jó mosolygósak, ugye? A francokat. Nagyon nem kedvesek, vagyis hogy vannak egyébként tényleg ilyen nagyon cuki, kedves emberek, de többségében hát nem látsz mosolyt az arcukon. Én is azért sokszor szembe találtam magam ilyen helyzetekkel, de Nóri így alatt a pár nap alatt így, nem tudom, nekem meglepő volt amúgy, hogy ő ennyire érzi ezt, amit én hát így bizonytalanban mondtam, hogy azért ez nem normális, vagy hogy ez nem feltétlenül kéne így lennie. És most így, ahogy ő mondja, és rávilágít arra, hogy hát azért ezek nagyon nem kedvesek ezek az emberek, így jöttem rá, hogy hát igen, tényleg nem azok. Na és akkor indulás! Hazanézzük. Isten! Ó, fél 11-re otthon vagyunk. Ha nem állunk meg egyszer sem. Ja. Az viszont elég lehetetlen, de majd nyomom neki. Hát igen, úgyhogy most elindulunk haza, még nem tudom, hogy megállunk-e útközben itt ezen a Hel-félszigeten, de lehet, mert nagyon klassz kis utak voltak, meg ott az erdő is nagyon szép volt, úgyhogy lehet egy-egy képre megállunk. De hát ennyi volt így a lengyel utazásunk. Na hát összegezve így az utunkat, ilyen nagyon nagy fejtésekben vagyunk itt most, hogy mi volt jó, mi nem volt jó, mit csinálnánk másképp, így erről beszélgetünk, hát van is rá időnk egy 6 órán itt az úton így erről beszélni, meg ezt így kitárgyalni, és érdekes, mert Gdynia nem tudom, annyit nekünk, annyi plusz nem adott, hogy mondjuk ott újra eltöltsünk több órát, hanem így ha legközelebb mennék, akkor biztos, hogy így megállnék ott a kikötőnél abban a parkolóban, ami a legközelebb van hozzá, és egy fél óra alatt ott azt oda kimennék, aztán visszasétálnék, mert szép, de például Sopot nekem sokkal jobban tetszett. Így a tengerparti rész, és ott meg csak ugye kikötő az, amit érdemes megnézni. Viszont amikor elkezdtünk átmenni Gdynián, ott láttuk ezeket a hatalmas nagy dobozokat, ilyen raktárakat, vagy nem is raktár, hanem amit tudjátok, ilyen nagy darukkal felemelnek és rápakolják ezekre a teherszállító... Konténer! Ilyen konténerek, és amiket így rátesznek ezekre az áruszállító hajókra. Ugye az nagyon érdekes volt így azt látni, és azt is már így úton Hel felé láttuk. És ugye most kijöttünk ide a Hel-félszigetre, ami állítólag, azt olvastam leírásban, hogy innen indul Lengyelország, és hogy attól nagyon sokat vártunk, és amúgy az odafelé vezető út, az tényleg ilyen mesebeli, és hogy így a fák átölelik az utat, és ilyen kapukat formáznak, az nagyon-nagyon gyönyörű színek vannak, és amikor oda kiértünk, akkor pedig ez tudjátok, vannak azok a zombis filmek, amikor egy lélek nincs az utcán, na így egy az egyben, így az jött le, és így kicsit így ijesztő is volt, hogy ennyire nincs itt ember, nincsen nyitva semmi, a zapkák is zárva vannak, vagy éppen teljesen ki vannak pakolva, ilyen kísértett városnak tűnt, és úgy hiányoltuk is fontos az, hogy legyenek ilyen kis üzletek. Persze volt olyan hely, ahol tudtunk ütőmágnest venni, szuvenírt venni, de ott sem tűntek az emberek olyan boldognak, kedvesnek, az étteremben sem voltak ilyen nagyon kedvesek, hanem tényleg így az jött le, hogy így oké, egy újabb nap, és akkor így gyerünk már, legyen már vége. Úgyhogy összegezve a fókás része az nagyon-nagyon tetszett, főleg amikor így a kis fókákat így etették, játszottak velük, de egyből utána, amint ennek vége lett, így az emberek így a kijárat felé vették az irányt, és így azon kívül már semmi más nem volt, ami így ott tartotta volna az embereket, és lekötött volna. De igazából, hogyha mondjuk egy külföldi ellátogat így össze Pestre, tök szép, nagyon-nagyon tetszik neki, és mondjuk, hogyha gondol egyet, hogy oké, akkor ő lemegy a Balcsihoz is már, hogy milyen sokan ajánlották, és mondjuk meg szeretné nézni, tegyük fel Balaton fűzfőt, vagy Almádit, ott ugyanezt fogja kapni, mert ott sincs ilyenkor nyitva semmi. Még emlékszem, hogy amikor leszoktunk menni nyár elején, vagy tavasszal, így a családhoz látogatóba, és mondjuk kimegyünk egyet sétálni a Balatonpartra, vagy igen, a koronyári szakaszban, június elején, még akkor sincsenek nyitva, szóval vacsorázni már nem is tudunk elmenni mondjuk 6 után, mert már minden zárva van, hogy kb. Ugyanaz a feeling. Meg itt van végig a vonat, a jobb oldalunkon, ahogy megyünk, bal oldalunkon a tenger, és mondjuk aki itt Lengyelországon belül, akik így valószínűleg így képzelnénk el, hogy nyár van, felül a vonatra, lejön, mint hogy mi lemegyünk nyáron a Balcsihoz, és akkor ott van, ott tölti a nyarat. Összességében szerintem nagyon-nagyon jó körút volt, érdekes volt, nagyon imádtuk, remélem, hogy ti is imádtátok ezt a pár részt. Ma már nem lesz szerintem más megálló, hanem egyenesen hazafelé vesszük az irányt. Egy hosszú út, egy 6 órás út vár ránk, de biztos, hogy teszünk majd ilyen megálló, kisebb megállókat a benzinkutakon, 2-3 óránként lehet cserélünk is, majd attól függően, hogy én hogy bírom. És Norinak még szeretném azért megmutatni Krakót, lehet, hogy oda is elviszlek titeket magammal, mert most már a Krakóban nagyon rutinos idegenvezető vagyok, és most tényleg könyökömön keresztül jön ki. És Zalipie egy ilyen kis festett falu, amit még szintén meg szeretnék neki mutatni, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem a további részekben is, és iratkozzatok fel, hogyha tetszett, és szeretnétek még hasonló videókat tőlem. Nyomjatok be a csengőt, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!